Kétnapos sajtókonferenciát és szántóföldi bemutatót tartott a svéd mezőgazdasági gépgyártó vállalat Németországban. Az ünnepi hangulatú nagyszabású rendezvény első napján a Wederstad 60 éves jubileuma és a ma már tengeren túli piacokon is jól ismert vállalat történetének áttekintése került a középpontba, a második napon a gépújdonságok premierjét testközelből kísérhették végig az érdeklődők. A nemzetközi sajtótájékoztató gyakorlati helyszínéül a Magdeburg környékén fekvő 50 hektáros Wederstad farm szolgált. Itt a sóelemekkel tarkított gépbemutatókat egy közel 1000 négyzetméteres country stílusú csarnokban tartották meg. Ezt követően az eszközök munkáját a szántóföldön is megnézhették a résztvevők, a lejtős területekkel tarkított régióra jellemző kötött köves agyagtalajon. A premierek sorában elsőként az új Cultus HD kultivátor mutatkozott be. A munkaképet a Wederstad szakemberei a kategóriája legerősebb kultivátoraként konferálták fel. Ezt a jelzőt a gép többek között az új fejlesztésű, három gerendejre szerelt, nagy teherbírású HD, azaz Heavy Duty kapáknak köszönheti, amelyek 680 kg terheléssel hatolnak a talajba. A munkavégzéseket pedig minden körülmények között megtartják. Ezek után a Carrier XL 725-ös rövidtárcsa vonult fel a csarnokban. Az eszköz legfőbb újdonsága a Crosscutter Disc Agresszív volt. A forradalmian új kialakítású művelőelem csipkéinek köszönhetően már kötött talajokon, mostoha körülmények között is megvalósítható az ultrasekély művelés. A bemutató koronájaként az új ProSeed pneumatikus vetőgép koncepciót ismerhette meg a közönség. A ProSeed által megtestesített multifunkciós technológiának köszönhetően a legtöbb gazdasági növény egy vetőgéppel elvethető. A ProSeed a legkisebb vetőmagokat, mint például a repce vagy a kalászosok, ugyanúgy képes milliméter pontossággal a kívánt mélységbe helyezni, mint a kukoricát vagy a napraforgót. Mindezt a nagy precizitással működő elektromos hajtású vetőegységek biztosítják, amelyek előtt egyedi kialakítású, soronkénti tömörítőkerekek dolgoznak. A szántóföldi gépbemutatón az eszközöket eltérő beállítások mellett különböző munkafolyamatokban is szemléltették. A kétnapos rendezvény zárásaként a résztvevők megvitatták a szántóföldi tapasztalatokat és elemezték a gépek munkáját, végezetül pedig a farmon kiállított egyéb munkagépeket, gépkapcsolatokat is megtekinthették. Thank you.